A járványhelyzet fokozódása és a válság elhúzódása miatt az eredetileg kihirdetett évvégi időpont helyett 2021 nyaráig meghosszabbodik a hiteltörlesztési moratórium határideje. A családtagokat is beleszámítva több mint 1 millió embert érint a hitelmoratórium, amely 400-450 milliárd forintot hagy átmenetileg a családoknál és a vállalkozásoknál. A gyerekeket nevelő családok, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak a kedvezményezettek. Ezeknek a társadalmi csoportoknak semmit sem kell tenniük, ha nem akarnak fizetni, de külön jelezniük kell a bank felé, ha ennek ellenére törleszteni szeretnének. A vállalkozásoknak azonban kérelmeznie kell a hiteltörlesztési moratóriumot. Vállalkozás esetében nem automatikus a moratórium. Azon ügyfelek, akik pénzügyi nehézségek küzdenek, és szeretnének a moratórium részt venni, számukra be kell jelentkezni a moratóriumba, tehát nekik fel kell keresniük majd a bankot, és bejelentkezni, és megfelelően majd igazolni azt, hogy valóban rászorultak és segítségre szorulnak. A hitelmoratórium pénzügyi hatását komolyan befolyásolja, hogy mennyi van még hátra a hitel futamidejéből, hiszen arányaiban minél több idő telt el a hitel futamidejéből, annál kevesebb lesz a fennálló tartozás. Emiatt a törlesztő részletünk kamatrésze is egyre kevesebb, vagyis a moratórium alatt felhalmozódott kamatösszeg is kisebb lesz. Ez pedig még a futamidő kitolásának mértékét is befolyásolhatja. A jogszabály biztosítja, hogy az ügyfelek számára ne legyen terhesebb a hiteltörlesztés moratórium. Önmagában az, hogy valaki hitelmoratóriumban van, nem jelenthet törlesztési összegnövekedést. Ki mondja a jogszabály, ez mind az első szakasz nem, de a második szakasz nem irányadó szabály, hogy a törlesztő részlet nem lehet magasabb, mint a moratórium előtti, tehát az eredeti szerződés szerint a törlesztő részlet, tehát ugyanannyi a havi törlesztő összeg az megegyezik a moratóriumot követően is, mint amit a felfüggesztést megelőzően. Bár a törlesztő részlet összege nem változhat, a hitelmoratórium időszaka alatt az ügyfelek tapasztalhatnak szerződésszerű változást, amelyet a változó kamatozás okoz. A bankok várhatóan novemberben és decemberben értesítik majd az ügyfeleket a hitelmoratórium első és második szakaszának eredményeiről. Azon ügyfelek, akiknek lezárult a hitelmoratórium, januárban kapnak felvilágosítást a szerződésükről.